Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük főbb híreinket. Lányokat molesztált. Nem bírt az ösztöneivel a börtönből feltételesen szabadlábra helyezett férfi. Tuskógombák. A fajok károkozó hatását mérik fel a 2020-ig tartó projektben résztvevő kutatók. Dél és Észak. Zenés utazásra hívta nézőit a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar. Előzetes letartóztatását indítványozta a Soproni Járási Ügyészség egy 39 éves férfinak, aki feltételes szabadonbocsátását követően pár órán belül két fiatal lányra is rátámadt. A gyanúsított a börtönből történő szabadulása után pár órával már egy soproni buszmegállóban szorított magához egy fiatal lányt, akit akarata ellenére megölelt és meg is akart csókolni. Egy óra múlva egy másik fiatal lánynál próbálkozott, akit leszólított, nem engedte ellépni maga mellől, gyere megcsókollak, felkiáltással húzta magához. Mindkét esetben járókelők siettek a sértettek segítségére, a második esetben a közbelépőt a gyanúsított meg is lökte, veréssel fenyegette. A bíróság az ügyészség indítványának helyt adva elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását egy hónapra. A végzés a gyanúsított és a védő fellebbezése miatt nem jogerős. Erdőpusztulásokat okozó gombafajokat kutatnak Sopronban és Szegeden. Bizonyos fajaik a legsúlyosabb erdőkárosító gombák közé tartoznak, és jelentős károkat okoznak. Ezek a gombák Magyarországon súlyos problémákat jelentenek a gyümölcsfa és dióültetvényeken, valamint a szőlőkben is. A világszerte erdőpusztulásokat és fakárosításokat okozó armillária, vagyis tuskógomba fajokat kutatják 2020-ig Sopronban és Szegeden. A projektre 676 millió forint áll rendelkezésre a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében, amelyre még Nyugat-Magyarországi Egyetem néven pályázott a konzorcium vezető Soproni Egyetem. Ezek a gombák érdekes módon egy növény gyökerekhez hasonló finom micélium szövedékkel terjeszkednek. Ezek behatolnak a fák gyökereibe, és a fák gyökerein keresztül megfertőzik a fák belső részét. Gyakorlatilag a fa minőségét radikálisan rombolják. És ezentől, hogyha ténylegesen kedvezőek a körülmények számukra, akkor gyakorlatilag erdőket tudnak kiirtani. A tömeges fapusztulásnak komoly gazdasági hatásai vannak. A rönk alapanyag jelentős része energetikai célú faanyaggá válhat, amely egyrészt gazdasági veszteséget jelent az erdőgazdaságok számára, másrészt a fafeldolgozó iparban, a bútoriparban vagy az épület asztalos iparban a munkahelyek számát is csökkentheti. Szeretnénk felmérni azokat a területeket, ahol ez a gomba dominánsan ott van, és károsítja az élőhelyeket és a faanyagot. Ezen túl pedig szeretnénk teljes mértékben alapkutatást is elvégezni, ahol az adott fajoknak a teljes genetikai készletét vizsgáljuk. Ebben partnerek a Szegedi Mikrobiológiai Tanszék, a Természettudományi és Informatikai Karon belül, és a Szegedi Biológiai Kutatónak az egyik gombagenomikával és evolúcióval foglalkozó csoportja. A kutatások eredményeit hazai és nemzetközi folyóiratokban is publikálják, azokat beépítik az oktatásba, de a fiatal kutatóknak is lehetőséget biztosítanak tudományos fokozat szerzésre a kutatásokba történő bekapcsolódással. Mérték címmel rendezett néptáncgálát a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület a Soproni Petőfi Színházban. A rendezvény már 11 éves múltra tekint vissza, amely rengeteg gyermeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget. A hétvégén 300 művészeti iskolás lépett színpadra az alapfoktól egészen a legnagyobbakig, a Soproni Petőfi Színházban. A Petőfi Sándor Általános Iskola és alapfokú művészeti iskolán kívül még a Deák téri, a Gárdonyi Géza és a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola növendékei léptek fel. A két nap remek lehetőséget adott arra, hogy a tanulók megismerkedjenek a színpadi körülményekkel, így otthonosabban mozogjanak benne. A szülők láthatták, hogy egy év alatt honnan, hova jutott gyermekük. A táncosok mellett az iskola népzenei tagozatán tanulók is bemutatkozhattak. Színpadra lépett a Pendelyes és a Sopron táncegyüttes is, színesítve a Mérték című színházi műsort. Dél és Észak címmel adott hangversenyt a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar hétfőn. Az érdeklődők az olasz és német baroktól a finn és norvég romantikáig kaphattak betekintést a zenetörténetbe. A hangversenyen közreműködött Rajnai Csaba, a soproni származású Finnországban élő klarinétművész.
Liszt Ferenc hangverseny bérlet harmadik estjén az olasz és német baroktól a finn és norvég romantikáig széles zenetörténeti horizontot vonultatott fel a résztvevők előtt a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar. A hétfő esti hangverseny a Dél és Észak címet kapta. A műsornak az első felében ugye délről érkező műsorszámok lesznek, mint például Vivaldi, a koncert második félidejében pedig északról, Finnországból, illetve Norvégiából érkezett a zene, amit a zenekar előfogadni, illetve én is finn zenével készültem. A műsor első részében olyan klasszikusokat hallgatott a közönség, mint Vivaldi D-moll koncertója vagy Bach harmadik brandenburgi versenyműve. A folytatásban finn és norvég darabok voltak hallhatóak, amelyben közreműködött a Finnországban élő soproni származású klarinét művész Rajnai Csaba. Tavaly nyáron, amikor itthon voltam, én minden nyáron itthon vagyok a családommal, akkor beszélgettünk Kolcán Péterékkel, hogy mi lenne, ha csinálnak egy ilyen koncertet, és aztán megbeszéltük azt, hogy milyen darabokról lehet egyáltalán szó. És akkor utána már csak igazából meg kellett beszélni az időpontot, a zenekarnak elküldtem a kottát, amiből ők maguk felkészültek, kiválasztották a többi darabot, tehát gyakorlatilag mindenki tette a maga dolgát, és így utána már csak egy ilyen hétvégi találkozó volt, hátra négy próbát tartott még akkor a zenekar, és egy főpróbát ma a koncert előtt, úgyhogy ennyi, ez elég is egy ilyen akcióhoz. A Liszt Ferenc hangverseny bérlet negyedik este március 28-án lesz. Ekkor a győri filharmonikusok zenekar előadásában Csajkovszki és Schubert műveiből hallhatnak ízelítőt az érdeklődők. Sopronváros sportkoncepciójáról tartott előadást és tájékoztatót Csiszár Szabolcs, a polgármesteri hivatal sportfelügyelője. Az esemény a Jereván lakó település részi önkormányzat támogatásával valósulhatott meg a Lővér nyugdíjas klubban. A résztvevőket Tóth Éva, a település részi önkormányzat elnöke köszöntötte, majd a város sportfelügyelője adott tájékoztatást Sopron sport életéről. Van egy kis történeti áttekintése, illetve ennek az egész felépítettsége, a diáksport, szabadidősport, nyilván itt kicsit hangsúlyosabb szerepet fog kapni a szabadidősport is, de akár a sporttámogatási, finanszírozási rendszer, sportingatlan fejlesztés, tehát ezek lesznek elsősorban itt. Főleg a szabadidősport, én azt gondolom. Teremlabdarúgó tornát rendezett a Soproni Szakképzési Centrum. Az eseménynek a Vas- és Villamosipari Szakképzőiskola és Gimnázium adott otthont pénteken. A városi bajnokság első és második helyezettje tovább jutott a Szakképzési Centrumok megyei tornájára. Teremlabdarúgó bajnokság a Vas- és Villamosipari Szakképzőiskolában. A tornát a Nemzetgazdasági Minisztérium írta ki az országban található szakképzési centrumok középiskoláinak. A Soproni Szakképzési Centrumból összesen 6 tanintézmény küzdött a megyei fordulóba jutásért. A Berg Gusztáv Szakiskola, a Fáy András Közgazdasági Üzleti és Postai Szakgimnázium, a Handler Nándor Szakképzőiskola, a Vas- és Villamosipari Szakképzőiskola és Gimnázium, a Soproni Idegenforgalmi Kereskedelmi Vendéglátó Szakképzőiskola és Kollégium, valamint a Porpáci Aladár Szakgimnázium, Kollégium és Általános Művelődési Központ. Ez egy országos kezdeményezés, ez a futsal bajnokság. Nyírbátori iskola kezdeményezte, és ez a szakképzési centrumok közötti országos futsal bajnokság nevet kapta. És most itt a Soproni Szakképzési Centrum tagintézmények közötti körzeti bajnoksága folyik. A terem futballt csapatonként 4 mezőnyjátékos és egy kapus játssza, kisebb pályán és kisebb kapuval, mint a nagypályás labdarúgást. Egy mérkőzés 2x15 percig tart. A szabályrendszer is lényegesen különbözik. A szabályok a gyors játékot támogatják, tehát a labda játékba hozatala, a kapusnak a szerepe, a büntetők, illetve a ütetéseknek a jelentősége teljesen más. Ennek megfelelően sokkal több gól is keletkezik a mérkőzés során, és az eredmények közelítően egyformák, tehát kiskorú különbséggel születnek a győzelmek. A Soproni Szakképzési Centrumból a Vas- és Villamosipari Szakképzőiskola és Gimnázium első helyen, a Fáy András Közgazdasági Üzleti és Postai Szakgimnázium második helyen jutott tovább a megyei fordulóba, ahonnan a regionális, később pedig az országos fordulóra juthatnak ki a csapatok. A 2017-2018-as tanévben a lányoknak lesz ugyanilyen torna.
Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd következik a mozaik, amelynek vendége Szalai Viktor, a Közi-Horváth József Népfőiskola alapítója lesz. Utána KV2-esben című műsorunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió keddi híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Szerdán hosszabb, rövidebb időre kisüt majd a nap. Az északi szél megélénkülhet. A hőmérséklet napközben 1 fok körül alakul.